Gyújtópont. A hírek mindig nálunk kezdődnek. Hétfőtől péntekig délután 4 órától 6 óráig. Menjünk tovább, mert hogy az amerikai celebvilágban is komoly dolgok történnek. Van például egy világhírű előadó művész, aki egy rapper, és hát nem igazán gondoltuk volna róla, hogy valaha Krisztusról fog beszélni. Kanye Westnek hívják ugye őt, és hát a legfrissebb hírek szerint megtért, sőt nem sokára ki fog jönni az albuma Jesus is the King címmel. Mi erről a véleményed? Nem ismerem a szemét, urat. Azt hallottam, hogy valami, hogy nagy sztárról van szó, illetve tehetséges zenészről. Nagyon örülök neki természetesen, csak ugye az elmúlt 40 évben nagyon sok mindent láttam, illetve hallottam, meg ugye amerikai vezetőktől beszámolókat. Ugye hát csak neveket mondjak, akik a kereszténységgel kapcsolatban álltak, Elvis Presley, Whitney Houston, Pat Boone. Igen. Ő végig most is él még, de hitvalló keresztény, Bob Dylan, John Lennon. De az a helyzet, tudod, hogy eléggé sok probléma van. Én nem celebnek mondanám őket, hanem hát ugye egyik része tényleg valóságos sztár, tehát tehetséges emberekről beszélünk, a celebeket egy más kategóriába sorolnám. Mm. És azt gondolom, akit te említettél, úri embert, róla úgy hallottam, hogy nagyon tehetséges zenész, tehát én azt gondolom, lehet, hogy celeb is. Valóságsó hős is, de emellett igen, egy tehetséges. De igen, ugye tehetséges zenész is, ugye? Igen, igen, igen. Nos, tehát az a gond, tudod, hogy hát ahogy a Keresztelő János mondja, hogy teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát többen, ahogy felsoroltam neveket az elmúlt évtizedekben is, Jézus Krisztust keresték, volt időszak, amikor kapcsolatba is álltak vele, de elfordultak tőle, mert véleményem szerint nem elégséges csak szájjal vallani Jézust, hanem nagyon fontos, hogy tudják a kedves hallgatók is, hogy a kereszténység nem vallás, hanem élet. Együtt élést jelent Istennel, Jézus Krisztussal. És én ilyen szempontból nézem a kereszténységet. És hát az elmúlt, vagy a nevezett urak közül, hát sokan, volt a korszakuknak, vagy az életüknek egy korszaka, amikor keresték a hitet, aztán a környezetük, vagy más dolgok miatt, kábítószer, szexuális perverzitások, a cimborák, kollégák visszahúzták. Tehát bízok benne, hogy ez nem fog megtörténni az ezzel a rapperrel. Igen, és ha már híres emberek meg előadó művészek, akkor több kritika ért téged amiatt, hogy részt vettél LL Junior kisfiának a temetésén. Miért tartottad fontosnak, hogy ott legyél és beszédet mondj egy eléggé nehéz közegben? De mi, nem értem, hogy miért ért kritikát a Juniornak a családja, itt falló bibliai keresztények. Anyukája egy nagyon megalapozott biblia hívő. És a rokoni között is nagyon sok istenfélő ember van. Junior is egy kereső ember, és meg vagyok róla győződve, hogy a szíve nyitott Isten felé. Imádkozok érte, hogy legyen egy nagy érintése és találkozása az Úr Jézus Krisztussal is teljes vigasztalást nyerjen a minden vigasztalás atyától, ahogy írja Pál apostol, Jézus Krisztus atyáról, hogy minden vigasztalásnak az atya, nagyon fontos, egy nagyon tehetséges emberről beszélek a Juniorral kapcsolatosan, tehát én teljesen helyén valónak tartottam, hogy a Pajor Tamás barátommal együtt ezt elvállaltuk, részt vettünk, azóta is békességem van ezzel kapcsolatosan. Jézus is elment, mondanám, bűnösök közé, de mondom,
nagyon sok roma testvérem van Budapesten is, és nagyon értékes, tehetséges emberek, és én igyekszek nyitott lenni feléjük minden, de kifejezni a nyilvánosság előtt is a nyitottságot, elfogadást, hogy nagyon fontosak Isten királyságában is ők, és azt látom, hogy az Isten szelleme nagyon erőteljesen munkálkodik Magyarországon a romák között. Nagyon sok roma ember megtér, megváltozik valóságosan az élete, nagyon sok közöttük a bibliaolvasó ember, és a fiatalok között meg egyre több a diplomás fiatal, akik szeretik szintén az Úr Jézus Krisztust. Igen. Én láttam a temetés felvételét, és azért az feltűnt, hogy egy nagyon szókimondó beszédet, prédikációt mondtál ott, nem egy ilyen problémákat a szőnyeg alá söprő udvarias valamit. Ez tudatos volt? Mire gondolsz? Tehát nagyon-nagyon egyértelműen fogalmaztál a bűnnel, a halállal, a feltámadással, és úgy mindennel kapcsolatban, és nem ezek a sablon szövegek. Hát ezért nincs lelkiismeret hurdalásom, mert nem alakoskodni mentem oda, nem képmutatóskodni mentem oda, hanem az igazságot hirdetni. És nagyon örömmel fogadták, és pozitív volt a érintett családnak, a gyászoló családnak a reakciója, és nagyon örülök, hogyha ez jelentett nekik némi vigasztalást a nagy pótolhatatlan veszteségükben.